2019-ben a Magyar Nemzeti Levéltár egy kutatást indított annak érdekében, hogy megpróbálja összegyűjteni az első világháború utáni forradalmak, illetve az idegen megszállás halálos áldozatainak adatait. Ebben a munkában vett részt Marosvári Attila történész, mivel Makóra visszakerült a Csanád megyei levéltári iratanyag, és erre támaszkodva tudott kutatni, de számos más forrást is vizsgált. A magazin beszélgetéskor elhangzott, hogy információkat gyűjtött többek között a Szegedi Ellenforradalmi Kormány irataiból, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából, a Hat Történeti Levéltárból, de néhány román forrást is hasznosítani tudott. Több eredeti forrást is találtam, és ezek a források egymásnak ellen mondtak. Tehát egészen eltérő adatok vetődtek föl, és nyilván innentől kezdve egyrészt a feladat miatt is, másrészt pedig a személyes érdeklődés miatt is, Ilyenkor az ember beleáll és megpróbál rendet tenni az adatok között. Sikerült megvilágítanom egy olyan témát, ami eddig azért a helyi történetben igen, tehát az apátfalvi köztörténetbe benne volt. De a, a történeti kutatásokban legfeljebb egy fél mondat erejéig, hogy történt itt egy román vérengzés, rossz adatokkal, döntő részben rossz adatokkal. Azt gondolom, hogy ezzel a kutatással sikerült beillesztenem a magyar történeti narratívába ezt a, ezt a történetet, ezt a szomorú történetet. Az apátfalviak lázadását a román megszálló csapatok kíméletlen rekvírálása váltotta ki, amely olyan elviselhetetlen terhet rót az apátfalviakra, hogy elkezdtek szervezkedni. Június 23-án reggel közel 200 elkeseredett parasztember meglepetésszerű rohammal szétkergette a községükben rekvíráló román katonákat. Az első összecsapás sikeresnek bizonyult, azonban ennek két magyar és három román áldozata volt. Válaszul a Békés Csabáról megerős Román katonai egységek részéről brutális megtorlás következett. Nagyjából 200 körüli ember vette körbe a falut, és szisztematikus alapossággal vadázták le részbe a, 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 a románokkal szembeszálló fegyverrel, szembeszálló embereket, de civil embereket is. Tehát összesen ott a két reggeli áldozattal 32-en estek áldozatul. De azért több halott is volt. Tehát még két személy a későbbi napokban halt meg. Ugye a románok nem csak mészároltak, hanem összeterelték a falu lakosságát, és közülük elhurcoltak 86 személyt. Ezek közül az összeterelt emberek közül egy ember meg akart szökni, és szökés közben lőtték le. A beszélgetésben továbbiakban szó esett a történtek korabeli és későbbi megítéléséről, a lázadás utóéletéről is, amelyet hosszabban csütörtöki társalgó című színes kulturális magazinokban tekinthetnek meg. A kutatásról Marosvári Attila történész március 17-én 16 órakor az Apátfalvi faluházban tart beszámolót, amelyre minden érdeklődőt várnak szeretettel.